Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérem, ezt a Szent Misét elhunyt Szabolcsért ajánlom föl. Március 13-án Fatimai Szűzanyát engeszteljük. És ez a nap a Szent Atya megválasztásának is évfordulója, imádkozunk a Szent Atyáért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenhatalmas Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos minden ország kívánját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, könyörögjünk.
Istenünk, Te megadod az igazaknak érdemük jutalmát, és a bűnbánóknak bűneik bocsánatát. Irgalmazz hozzád könyörgő népednek, hogy bűneinket megvalva elnyerjük bocsánatodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A szabadulásra váró népnek ezt mondja az Úr. Kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján segítségedekről leszek. Megőriztelek és szövetséges néppé tettelek, hogy helyreállítsd az országot, és birtokba vedd az elpusztított örökséget, hogy azt mondd a foglyoknak, menjetek. És a sötétségben lévőknek jöjjetek a világosságra. Minden út mentén legeltetnek majd, és minden kopárhalmon legelőt találnak. Nem éheznek és nem szomjaznak, forró szél nem éri, és a nap heve nem égeti őket. Mert aki megkönyörült rajtuk, az vezeti és vizek forrásaihoz tereli őket. Úttá teszem nekik a hegyeket és járhatóvá az ösvényeket, íme ezek messze távolról jönnek, azok északról és a tenger felől, amazok pedig a déli országokból. Zengjetek dicséretet egek és újjong te föld. Hegyek, daloljatok örömötökben, mert az Úr megvigasztalja népét és megkönyörül szegényein. Így panaszkodott Sion, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e kisgyermekéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől. De még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez az Isten igéje. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlít szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlít szíve. Irgalmas az Úr és kegyelme, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Az Úr mindenkihez jóságos, és irgalmas minden művéhez. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, az Úr minden szavában, és tettei szentnek hirdeti. Az Úr a botladozót fenntartja, és fölemeli, akit megaláztak. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörülten igazságos az Úr minden útján, és szentséges minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. Irgalmas az Úr, vagyok a feltámadás és az élet.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak. Az én atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is. E szavak hallatára a zsidók még inkább életére törtek, mert nem csak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent atyának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus azonban tovább hirdette, bizony mondom nektek, a fiú semmit sem tehet önmagától, csak azt teheti, amit az atyánál lát. Amit ugyanis az atya cselekszik, azt cselekszi a fiú is. Az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt, még nagyobbakat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az atya halottakat támaszt fel és kelt életre, hogy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogy az atyát tiszteli. Aki a fiút nem tiszteli, az nem tiszteli az atyát sem, aki a fiút küldte. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életre. Bizony-bizony, mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, mikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, meghallják és életre támadnak. Amint ugyanis az atyának élete van önmagában, a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen. Eljön az óra, mikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, föltámadnak az életre, akik rosszat tettek, föltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint atyámtól hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézust a szombati gyógyítás miatt támadják, mert a törvénytudók, az akkori vallási vezetők megítélése szerint olyat tett, amit szombaton nem lett volna szabad tennie. Jézus azonban világossá teszi, hogy a gyógyítás, a betegségtől, nyomorúságtól való szabadítás az semmiképpen sem ellenkezhet a törvénnyel. Mikor ő ilyet tesz, az nem azt jelenti, hogy semmibe veszi a törvényt, hanem szabadulást akar adni annak, aki ilyen nehéz, nyomorúságos helyzetben van. És a továbbiakban arról beszél, hogy mindezt nem a maga erejével, maga akaratával teszi pusztán, hanem egységben teszi az atyával. Amit ő tesz, azt az atya által teszi, és az atya, amit tesz, azt a fiú által teszi. És ez egy újabb botrány a zsidóknak, amikor ezt hallják, a vezetőknek, amikor hallják, hiszen Jézus a maga emberi valóságában föltárja előttük, hogy ő isteni valóságát is hordozza. És ő az ember fia, aki az atya küldetésében teszi mindazt, amit tesz. Ezáltal mondjuk így fölébe kerül a törvénynek. De ez nem azt jelenti, hogy a törvényt ő semmibe veszi, ismét nem erre kell gondolni, hanem arra, hogy szabadulást akar adni az embernek.
a szabadulást nem csak a nyomorúságaitól, hanem a bűneitől, a társadalmi életnek mindenféle nehézségeitől, az emberi kapcsolatok megnyomorító, kényszerű körülményeitől, vagy az életnek bármely más olyan nehézségétől, végső soron még a haláltól is szabaddá akarja tenni Jézus, Isten, az embert. És ebben a küldetésében életet akar adni. Hiszen a számunkra már a bűntől való szabadulás is az életnek egy tapasztalata, egy újrakezdése, az életünknek egy megerősödése. És erre annyira vágyik a szívünk, hogy ezt a szabadságot, ezt az életet megtaláljuk. Jézus pedig arról szól, hogy ez az élet, amit így megtalálunk, az ő útmutatása kegyelme szerint, az túlmutat ennek a földi életnek a valóságán. Az örökké valóság életét is ajándékozza nekünk. Mindaz, aki hozzá tartozik, így igyekszik a Jézussal való közösségben megmaradni, azt Jézus megtartja ebben a közösségben, és az azt jelenti, hogy már átment a halálból az életre. Ebben a világban, ebben az életében már az örökké valóságnak a kegyelmeit is hordozza és tapasztalhatja. Nyilván ennek a mindennapi megélését szavakban elmondani nagyon nehéz, hiszen hogyan tudjuk mi kifejezni azt, hogy a mi földi életünk az örökké valóságnak a kegyelmeit tudja tapasztalni. De ugyanakkor viszont, ha kimondani nem is tudjuk életünkben, érezzük ennek az örömét, boldogságát, hogy nem kötnek bennünket ennek a világnak ilyenfajta nehézségei, küzdelmei, fájdalmai, betegségek vagy emberi kapcsolatoknak a nyomorúsága, hanem abban a kegyelemben, ahogyan Istennel élünk, az ő örökké való életét is meg tudjuk már tapasztalni. És szabadok vagyunk ezektől a nehézségektől, annak ellenére, ezeknek a terhe továbbra is ott lehet az életünkben. A szenvedést azt továbbra is hordozzuk, de egészen másképp. A nehézségeinkkel egészen másképp tudunk szembenézni. Azzal a reménnyel, hogy ez az élet már Krisztusban való élet, és a föltámadás a föltámadt életnek a tapasztalata. Amen. Könyörögjünk testvéreim a bűnbánat szent idejében Urunkhoz, ki meghallgat minket az üdvösség napján, és segítségünkre siet hűsége miatt. Az Anya Szent Egyházért kérünk téged, hogy folytonosan érezze oltalmadat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A világ minden népéért kérünk, hogy minden égtájról siessenek világosságodra. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Itt egybegyűlt közösségért, hogy mindig tudjuk, te nem hagysz el bennünket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! A bűnösökért imádkozunk hozzád, hogy Krisztusban irgalmas bíráttal kapjanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Önmagunkért könyörgünk, hogy szent fiatba vetett hitünk, szerezze meg nekünk az örök életet, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Krisztusban elhunyt testvéreinkért kérünk, hogy jó tetteikért eljussanak az élet föltámadására, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Magasztalunk téged, Urunk, mert közel vagy hozzánk, mikor nevedet hívjuk. Add, hogy mindig kövessük akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. Yeah.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ennek az áldozatnak ereje törölje le lelkünkről jóságosan mindazt, ami régi, és növelje bennünk mindazt, ami új és üdvösséges, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És az elkezdtem. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy a rendezetlen vágyaktól szabaddá váljanak, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezivette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A csoda után ugyanígy kezővette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, föléljük neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Szabolcs szolgádról, kit már magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Kezdjél meg a föltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból,
Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, ezt szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki az és uralkodó, mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen Isten báránya, ima ki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram! Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet,
mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, ne engedd, hogy ítéletünkre váljék a mennyei adományaid vétele, hiszen ezt a szentséget híveid üdvösségére rendelted, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Urunk Istenünk, jóságos oltalmad bátorítsa szolgáidat, hogy a földi élet jó cselekedetei által eljussanak hozzád a
a legfőbb jóhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon reátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.